Gundel éttermet nagy múltú, elegáns, remek konyhával rendelkező étteremként ismerik egész Európában. 1894-ben épült eklektikus stílusban, a budapesti Városligetben. Az à la carte éttermet 19. századi magyar mesterek festményei, valamint Gundel emléktárgyak ékesítik. Az épületben ma az étterem és az elegáns Erzsébet királyné bártermen kívül, amelyben diplomáciai, társadalmi és üzleti jellegű összejöveteleket rendeznek, 7 kisebb különterem is található. A termek a századforduló hangulatát idézik. Másfél századdal ezelőtt kezdődött a Gundel legenda, amikor egy Johann Gundel nevű 13 éves kisfiú zsebében 30 márkával felkerekedett a bajorországi Ansbachból, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban. Hosszú és viszontagságos útja történetesen Budán ért véget, ahol 1857-ben egy kis vendéglőben kapott alkalmazást, mint pikoló. Egy belvárosi étteremben kitanulta a pincér szakmát, majd az elegáns aranysas főpincére lett. Itt sem maradt sokáig, alig 25 évesen, 1879-ben megnyitotta a saját vendéglőjét, a Bécsi Sörházat. A Gundel sztori a Virágbokor nevű vendéglővel folytatódott, majd az István főherceg szálló elegáns éttermében érte el csúcspontját. Itt Gundel János olyasmit produkált, ami a korabeli vendégek szerint felvette a versenyt Bécs, München és Párizs legelegánsabb vendéglőivel. A zseniális Gundel Károly számos klasszikus fogást kreált, amelyek mindmáig az eredeti recept alapján készülnek. Az étlap állandó szereplője a híres fogas Gundel módra, amely a Balatonban élő fogasból készül, és a Gundel palacsinta, dióval töltött palacsinta, nemes rummal flambírozva, Gundelféle csokoládé öntettel. A Gundel étterem Magyarország valamennyi borvidékéről a legjobb magyar borok gazdag választékát gyűjtötte össze, beleértve a Gundel saját pincéjéből származó borait, úgy, mint Mádról tokai borokat, illetve Egerből sárdonét és bikavért is. A szintén Gundel nevet viselő szakiskola diákjai is dolgoznak a konyhán, ahol elleshetik a szakma csinyát, binyát. Számos siker után, mint például a világ 10 legjobb éttermének egyike, és a Budapest legjobb éttermének járó elismerés után elmondhatjuk, hogy ez az étterem olyan hungarikum, ami hosszú évekig fogja még vonzani a világjárókat.